Na sziasztok! Pont tegnap reklamáltatok, hogy miért nincs már unboxing, mert unboxing elvonásaitok vannak. Hát most lesz unboxing. Előjáróban annyit, hogy voltam bent a cégnél, mert hogy eszembe jutott, hogy közben attól független az én ebédem ki lesz szállítva, hogy mi nem megyünk dolgozni, és úgy is volt. Hát előre láthatólag nem tudni meddig, de kényszer szabadságon vagyunk jó sokáig. Még a izék folynak, ugye a helyszínelés, míg az le nem zajlik, a helyszínelés addig nem lehet nekiállni a takarításnak. Most vakációzni lehet, akkor meg pihenni, meg nyaralni, meg minden, kreatívkodni. Úgyhogy, ha úgy jön ki a lépés, hogy lesz valami érdekes téma, amit esetleg úgy gondolnék, hogy ti is kíváncsi vagytok rá, akkor majd lesz videó. Ha lesz, mondom. Mert nem ígérek semmit. Na, jó, akkor nézzük a csomagokat. Kettő is jött. Mind a kettőben tudom, mi van, illetve az egyikben csak tippelek. Ugye az eBay-es, mondtam, hogy a biciklihez vettem néhány cuccot. Az eBay-es csomag tartalmazza valószínűleg azt a féket, amit tévedésből rendeltem. Tehát azt a fékbetétet, igen. Ez az egyik és a másik. Ezt szerintem ezt el is fogom adni valakinek, mert hogy hülye fejjel ugye nem néztem meg, hogy nekem milyen a fékem. És azt hittem, hogy ilyen cserélhető gumi van benne. Hát nem tudom, lehet, hogy ajándékból fogom adni, mert ezt meghirdetni, meg elpostázni most valakinek, tehát most filléres dolog, tehát 200 forintos dologról beszélünk. Ez a cserélhető fékekbe való, tehát amiben csak ki kell csavarni, beledugod az új gumit, az becsavarod, ennyi. Úgyhogy már rájöttem utána, hogy ez nekem nem jó, és utána rendeltem olyat, ami nekem jó. Úgyhogy ez majd ajándékba lesz. Valaki, aki érteljen, vagy kell neki, vagy munkatársamnak, vagy valakinek, ez teljesen megfelel neki. Jó. Szóval ennyit az egyik unboxingról, többi csomagom még nem jött meg. Viszont múltkoriban, hogy rendeltem egy nyeregtáskát, nem nyeregtáskát, mindig nyeregtáskát mondok, pedig váztáska. És nem rendeltem, hanem vettem személyesen a boltba. Jó, a többi stimmel, nem vagyok formában. Le kell szerelni az egyik kulacstartót. Nekem meg sok vízre van állandóan szükségem, tehát kérdezték, hogy minek neked két kulacs. Azért, mert nekem két kulacs kell. És az egyik kulacsom az 65 milliliter. 650 milliliter, a másik 700 milliliter, 750. Na most akkor láttam valakin ott a Biciklis Klub Facebook oldalon, hogy bazi nagy kulacsa. Mondom, milyen az a kulacs, te literes? Ja, azt mondja, literes. Mondom, adja csak a linkjét, hogy hadd vegyek én is egy ilyet. És akkor adott egy linket, de nem pont azt vettem, hanem nézegettem akkor, hogyha vannak ilyen literes kulacsok, akkor az árukeresen néztem, hogy ott, amit meg is lehet fizetni, mert egyébként meg nem drága, mert 1000 forint egy ilyen műanyag kulacs, csak ugye 870 forint meg az, hogy pikpak pontra kiszállították, de ennyi. Ezt már nem akartam a eBay-re bízni. Ezen sincs egyébként olyan sok unboxingolni való, megmutatni való. De most, hogy az ivó kulacsom amúgy is bemaradt a gyárba, nem tudom, mi szoktam, oda nem mentem be. Ezért most itthon ebből fogok inni, amíg nem jutok be újra, vagy amíg nem veszek még egy vizet. Na! Jaj, de szépséges, gyerekek! Wow! Itt van benne a számla, gondolom. Ja. 1050 forint. Isostar Sport Nutrition. Mi van még ráírva? Distributed under the authority of Nutrition.net. Hát ugye az
Franciaország, francia brand. Sosem volt még branded kulacsom, csak ilyen Tesco-s. Na, mit tud ez? Könnyen jár a szopókája. Ami a másik, ami a Tesco-s kulacsnál probléma volt, hogy nem zárt rendesen. Tehát, hogy így fejjel felfordítottam, akkor így szivárgott, meg csöpögött belőle a víz, ami probléma. És ez még ergonomikus is, mert be van recézve, illetve rovátkolva a lücskösítve a felület. Ja, akkor ez a hüvelykúj helye, ez meg itt a, ne csak milyen okosan ki van alakítva, de a markolat, így kell markolni. És akkor nem ejted el, menet közben sem. Viszunk, betoljuk. Ennyi. Nézzük belül. Nem látok rajta semmiféle tömítést vagy szigetelést. Még egy kicsi műanyag szaga van. Töltök bele vizet, és meglátjuk, hogy mennyire ereszt vagy nem ereszt. Ja, most bal kézzel csinálom, hogy a kamera jobban lássa. Mert amúgy jobb vagyok. Jól van. Most bal kézzel fog csinálni mindent. Így rácsavarjuk a tetejét. Lezárja ez. Zár. Nem csöpög. Tesco-s már ilyenkor az már... Jó beleülne inni. Csak fordítva. Ne felejtsem el. De mintha nem lenne mindig. Hát ezzel már el lehet indulni szerintem akkor. Egy kis bicikli útra. Nem mondom, hogy egy liter víz a sokáig tart, mert ilyen kurva melegbe, most is, hogy kitekertem a céghez, hát én teljesen lefőttem, meg utána visszajöttem, még bemenni a boltba, az Immedióba csomagot felvenni, talán még bementem a százas boltba energiaitalt venni, mert itt a Spárba ki volt rabolva az összes ilyen ócó energiaitalt, csak a 200 forintosak voltak, mondom, hogy kapja be a faszt a hely. 200 forintos energiaitalával, itt van mindig ilyen százasboltban ilyen budget, az a neve, hogy Cobra. És pont jó, mert ugyanaz van benne, mint a többibe, csak nem olyan branded. Na, úgyhogy ezt szokás szerint el kell fukkantani. A detonációt ti nem fogjátok érzékelni, mivel a mikrofonnak a okos limitere, illetve a felvevőnek, hangfelvevőnek az okos limitere, mindig csökkenti, de azért én szeretem hallgatni, hogy pukkan. Aha. Ez nem pukkant akkor el. Tegnap a palackok nagyobbat pukkantak. Attól féltem, melyek az úton, bicikli úton, hogy defektet kapok, mert mindenütt a ízéig bazd meg. Szétrobbant palackok. Úgy, szerte szét az úton, végig. Nem kellett csalingázni köztük, hogy hogy ne menjek bele egy igazsa. Na, ez legalább már egy olyan kulacs, ami nem ereszti a vizet. Sok is fér bele. Egyébként a névleges tartalmánál általában többet lehet beleönteni a kulacsokba, mert nem tudom, meddig mérik azt az 1 liter, de talán eddig. Tehát ahol itt van, hogy 1000 milliliter, tehát eddig a vonalig 1 liter, de azért még egy fél decit még bele tudsz tölteni. Úgyhogy ez azért így mégiscsak jobb. Na, szóval ennyi volt a mostani unboxing. Ezt
Hát ezzel lukra futottam, mert én voltam a hülye, úgyhogy nem néztem meg, hogy mi kell. Ez viszont egy jó kis kulacs. Hát szerintem nagyon megérte az árát, mert ilyen jó kulacsom még nem volt. És az egyetlen. Ja, a többit meg be lehet tenni, esetleg meg még van két kulacsom, egy 650 millis, meg egy, van egy 700 millis, és akkor azokat be lehet tenni a hátizsákba, és akkor el vagyok látva több mint 2 liter vízzel, hogyha elindulok. Abból ugye egy a biciklivázon van, nem kell mindet cipelni, tehát 1 liter, 1 kiló. Na, jó van. Örülök, hogy velem tartottatok ismét. Sziasztok!